Sziasztok! A mai videó egy igazi távoli balinozásról fog szólni. Annyit gyorsan előjáróban elmondok, hogy a kisköre alvizen vagyok éppen, ahol több filmet készítettem már, volt, hogy onnan bentről csónakból horgáztam egyébként, de az a távolság partról nagyon nehezen elérhető, ezért olyan felszereléssel meg összeállítással jöttem, amivel el tudom érni talán ezt a távot. Na nézzük, miről is van szó. A balinozás esetén nagyon sokszor megesik az, hogy van egy bizonyos dobás távolságunk, ami túl természetesen majd ott fog rabolni a balin. Na hát nekünk ez mindig probléma, ugyanúgy, mint akár egy metódos horgásznak, hogy még nagyobbat kellene dobni. Itt talán a balinozás esetében történik meg ez, hogy tényleg van, mikor jó lenne egy nagyobbat dobni. Ebben a szituációban tényleg olyan helyen vagyok, hiszen ettől tőlem balra a kiskörei erőmű felé nem mehetek, hiszen le van tiltva a pálya. Viszont nagyon sokszor megesik, hogy messze az elvágó víznél ott rabol a balin, vagy éppen bent tőlem szintén messze ott rabol a balin. A pergető botok manapság már ez a tényleg a 2 méter, 2,20, hát most már a 2,40, 2,70 az már a teteje, de a 2,70-esek most már úgy vannak elkészítve a pergető botok, tényleg egy normál célra, ha vesszük, a 2,70-esek általában már erősek vagy erősebbek. Tehát erre egy ilyen balinozásra már azt mondom, hogy nem nagyon találunk a piacon, ami erre megfelelő. Viszont egy nagy dobáshoz hosszú bot kell. Hát Benzár Zsolt barátom egyik, sőt, jelenleg a legjobb botját elhoztam magammal, a Concurse Method Fader-t, és ezzel próbálom meg becserkészni a balinokat. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi az a táv, amit el tudok vele érni, és ha szerencsém van, még a balinok is kedveznek a mai hajnalon. Szóval nézzük ezt a nagyobb dobás, kicsit jobban benállok, és már is ott van azon a elvágó résznél, ahol esetleg szoktak lenni a balinok, előszeretettel tartózkodnak, és hát a többi pergető normál bottal nem éri el ezt a távot. Persze nem elég ez a, hogy csak ezt a botot rakjuk föl, ez kell megfelelő orsó és zsinór párosítás is. Az orsó lehető legnagyobb dobbal rendelkezzen. Nem vettem persze külön ilyen bojlis táborodobó orsót a botra, hanem tökéletesen megfelel ez az Wizard Edge-nek az 5000-es mérete, ennek már kellően nagy a dobátmérője, és ezt föltöltöttem LNK Fine Braid-del, tehát ezen jelenleg 450 méter zsinór van, ezt persze lehetetlen ledobnom. Én azt mondom, még a 150 méter is nagyon necces, nem is olyan a dobás technikám, hiszen egy pergető dobás technikám van, ha így nézzük. Egy jó féderes dobó, viszont szerintem elérni a 150 métert. Azonban ehhez nem a szalmó trill kell. De hoztam két másik olyan típust, különböző súlyokba, ami még jó lehet erre a feladatra, és a nagyobb dobástávot el tudom vele érni. Az egyik a Kawasaki Shima Eco Pilker 30 és 40 g-os súlyba, a másik pedig a Wizardnak a Slice nevű csalia. Ezek is inkább fölteszem ezt a 40-es Eco Pilkert, és kicsit beleállunk ebbe a dobásba, hogy itt a tiszának a szélessége, az körülbelül ebbe a vízállásba 200 méter, tehát 390-es botról beszélünk, hagyok rá 10 cm-t, szépen leengedem, megvan, hogy hogy áll az orsónak a karja, megszámolom, hogy 1, 2, 3, 4, durván 5 tekerésre ott van a spicnél. Hát, ha kiszámoljuk, hogy 5x8, 40, illetve még maradt nekünk ott 10 centünk, ez pont tökéletes
osztás, ha úgy veszük, tehát 80 centi zsinót húzunk be egy tekerésre. Innentől kezdve nincs más dolgom, mint megfogom, mint az igazi metódosok vagy bojlisak, megpróbálok egy kicsit jobban beleállni ebbe a dobásba. Ezt nem láttam, hogy hova esett. Jézusom! 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És akkor ez, hát 120 tekerés, az 100 tekerés az ugye 80 méter, meg a 2x8, 16, 96 méter. Ha még a bothosszát is hozzáveszem, hogy így kinyújtom, akkor ott van az a 100 méternél. Tehát 100 métert a Tisza feléig be tudok dobni, tehát ha ott rabol valahol a közepén, azt éppen elérem, mondom, nem állok annyira bele, mint egy féderes, illetve egy féderesnek más a dobás technikája. De ez a távolság, ez a 100 méter elérhető ezzel a csalival, úgyhogy így megfoghatjuk a távoli balinakat is. Köszönöm, hogy megnézted a videómat ismét. Ha még nem tetted volna meg, kérlek iratkozz föl csatornámra, vagy nézd meg más régebbi videómat is. Ne feledd el, találkozzunk jövő héten szerdán 20:30-kor. Sziasztok!